Jó napot kívánok! Az asztali teniszezők nevében is köszönöm érdeklődésüket, és látják, milyen az élőadás, a leges legvégére érkeztünk egy mérkőzésnek. Talán, ha megengedik, minden eredményt nem is árulnék el, és attól sem kell megijedni, hogy most üres az asztal, hiszen ha csak fél órára is zajlanak a döntő küzdelmei, már végére értünk egy döntőnek, és abból is a legizgalmasabb második és harmadik szettet, a férfi páros fináléjáról van szó, meg tudjuk önöknek mutatni. Egyébként még csak annyit erről a fináléről, hogy négy olyan fiatalember került be a döntőbe, akik nagy reményekkel érkeztek ide, ami az egyéni versenyeket is illeti, aztán igazából ezek a vágyak nem teljesültek, és azt hiszem, hogy ez is érthető. Nézzük akkor ezt a küzdelmet. Négy kissé talán csalódott ember az asztalnál, de négy remek asztali teniszező, például Németh Károly, aki most adogat, hiszen a Bad Honeb színeiben a Bundesligában aratt szép győzelmeket. Párja az a Pázsi Ferenc, aki egyéniben harmadik lett a magyar bajnokságon, mondhatom már múlt időben nem került be a döntőbe, és azért ez nagy csalódás neki. Itt az ellenfél pedig Bátorfi Zoltán, szintén kipottyant a férfi egyesben időnek előtte, hiába emelték ki, igen, előkelő helyen a kecskeméti Demetertől kapott ki 3-2-re. No, a rendezvény tehát sötét mezben, vagy ha úgy tetszik, kékben és feketében, Pázsi és Németh, aki most pörgetett egy hatalmasat, a zöldmezesek pedig a postáv-matáv párosa, Bátorfi és Gerold. Két nyert játszmáig tart a küzdelem, és most a második szedben 3-2-re vezetnek Bátorfiék ellen. Németék, akik az első szettet is nyerték, mégpedig 21-19-re. Bátorfi adogat, Pázsi átteszi, Németh de szépen lenyomta oda ponákkal. Azt mondják, hogy Németh Karcsi, aki korábban is nagy küzdő volt, amióta a Bundesligában csatázik, még inkább harap. Csak zárójelben mondom, hogy a Jégszínházban vagy Messinában kellett volna igazán harapni, ugyanis idehaza hiába vertük meg 4-2-re az olaszokat. 0-2-vel indult, mert éppen Németh Karcsi gyűjtött be egy feledhető vereséget Pázsia képen, és akkor győztek a párosban egyébként őt ketten. Szóval itthon megvertük 4-2-re az olaszokat, de ez kevés volt a Szuperligában a kiesési rangadón. Szicíliai mérkőzés, 4-0-as olasz győzelem, esélyünk nem volt a bentmaradásra. Azaz megyünk az Európa Ligába, ami talán még keményebb a másodosztály, még nehezebb. 6-4 az adogatás cserénél. Csak még egy mondat erről az Európa Ligáról, más nem mondjak, jugoszlávok, angolok, görögök lesznek az ellenfelek. Akár még ki is pattyanhat onnan is a magyar válogatott, ha nem, azt azért nem csak ezzel ijeszgették őket, hogy a Szuperligában könnyebb bent maradni, mint az Európa Ligában, aztán majd jó eredményt elérni, a visszakapaszkodásról már nem is beszélek. Pedig tudnak, látják, hát már azt hitte az ember Pázsi meg Németh ütése után, hogy nem jön vissza a labda. Itt van Pázsi, nagyon szépen kiállt rá Németh. Ez nem túl. 7-6-ra vezetnek megint a kékmezesek. Gerold a fejpántos, Bátorfi a magasabb. Németh Károly. Egy éve játszik a Bundesligában. A Róna utcából, Lumumba utcából, hogyha régebbiek így emlékeznek, igazolt ki Németországba. És ha megengednek egy mondatot a játékvezető... ...fogott a klubnál, most pedig mérkőzéseket vezet közmegerelésre, most már évek óta. 10-8 németéknek. Nagyon magasan adta vissza a Németh Karcsi a labdát. ...8-11-nél Gerold. 2 pont csak a különbség. Németék egyébként az elődöntőben az innsbrucki gárdos testvéreket, persze magyar családról van szó,
győzték le 2-1-re, előtte játszmát sem veszítettek. Bátorfi és Gerold pedig most veszített először szettet. Lehet, hogy most másodszor nem fognak. Följöttek egy pontra. Bátorfi Zoli honnan pörgette, de szép volt. Alig ment túl. Pázsi kicsit brahizott fonákból akarta rápörgetni, ráfordítani. 11 egyenlő. Mondom, két nyercet, az elsőt Német és Pázsi nyerte. És vezetnek a másodikban is. És tessék, milyen mobilitások egy asztalitenisz döntőn. Talán látták egy pillanatra a háttérben Harcsár Istvánt, az OTSH elnökét, Kamuti Jenőt, a Nemzetközi Fair Play Bizottság alelnökét, hogy egyéb tisztjeit ne is mondjam. De gyönyörű! Német még udvariasan elnézést is kér. Hát tény, Pázsival megugráltatták őket. 13-11-re vezetnek németék. Milyen pillanatok alatt kell váltani, látják az asztali teniszben. Pázsi egy nagy pörgetésre készült, aztán változott a labda íve, váltania kellett neki is. Még egy látszólag apróságra, ha szabad fölhívni a figyelmüket. Németh Károly ugye látják, jobb kezében tartja az ütőt, Bátorfi Zoltán is, de Pázsi és Gerold is balkezes, ami egyébként a párosban hatalmas nagy előny. Könnyebben elférnek egymás mellett, jobban föl tudják osztani a területet. Egyébként bármilyen meglepő, nem volt mindig így. Volt időszak, amikor nem határozták meg, hogy felváltva kell ütni az asztali teniszezőknek. Na, volt is belőle nagy felfordulás, jószerivel férfi egyes mérkőzések zajlottak a párosban is. Időnként a másik bele-bele piszkált. De hát ez nagyon rég volt. De hát asztali teniszben beszélhetünk nagyon régről, hiszen ez a 81. országos bajnokság. Most épp a Julius Mann kupáért zajlik. És amelyben 16-14-re vezet a Postás Matáv párosa, a férfi páros döntőben. Pázsi, ő volt az, aki egy-két éve dühében akkorát csapott egy elvesztett mérkőzés után falba, hogy eltört az ujja. Ezért kellett kihagyni, nem is keveset. Most nem az ujján múlott. Két pontos hátrányban Pázsiék. Pázsi egyébként az Eleri Malév versenyzője. Három ponttal mennek a zöldek. Öttel. 15-nél még nagyon együtt voltak ahhoz képest. De ez már tényleg csak a vezet fejszenyele. De szépen csinálta Pázsi. A szomszédos asztaltól, a női egyes finálétól jön vissza a labda. Most már mindenféleképpen családiasabb a légkör. Vagy legalábbis kevesebben vannak, hiszen csak két asztalon zajlik a küzdelem. Persze az meg egy nagy család volt, a pingpong család, amikor itt 8 asztalon püfölték a labdát. Tessék, 20-15-ről 20-18. Mm.
Német csak fölpasszírozza alulról, és ezzel elmegy, jön a döntő szett. Német Károly. Nagy hajtás neki ma ez a nap. Nem csak azért, mert érdekel egy döntőben, hanem azért, mert már délben megy a repülőgépe. Vissza Németországba, ahol a Bad Honnef színeiben a Bundesligában vitézkedik. A legutóbbi fordulóban, amikor a Hannovert verték 6-1-re, a német válogatott, volt német válogatott Prózét, és Kierskit is 2-0-ra verték. De hogy micsoda forgalom van itt, kérem, a fülemben hallom, amint éppen subakat a kolléganőm háborog, hogy egyik asztal, másik asztal, rögzítés, bizony ettől érdekes egy asztali tenisz bajnokság, hiszen most már csak két asztalon zajlanak a küzdelmek a korábbi 8-al szemben, és mégis mennyi izgalom, mennyi felé kell figyelni. Itt például a döntőszedben 2-2. Vezet az a kékmezes pázsi és zöld feketében nekünk most háttal játszó német Károly, akik az első szettet is nyerték, mégpedig 21-19-re. A második 21-18-ra a postás párosáé volt, a fejpántos Gerold és a mezőnyben a legmagasabb Bátorfi Zoli alkotja ezt a kettőst. 3-3. Gerold magyaráz. Ezen mire azt mondják, hogy már csak Brahiból ütötte. Pázsi megpróbálta, hát ha ütni. Fonákkal ráfordítja. Egyébként érdekesség, hogy Pázsi igazi nagy betörése évekkel ezelőtt egy top 12 versenyen volt, talán emlékeznek rá, hosszan közvetítettük, ahol éppen némettel játszhatta a döntőt. És mostanában csak párosban számítanak rá igazán, a válogatottban is, többnyire csak a párosban játszik. Német oldalán természetesen. Itt biztos, hogy nem lesz címvédés, ugyanis a tavalyi első párost alkotó játékosok már nem együtt indulnak. Az akkori bajnok kettősből Varga Sándor most Linderrel indult, Linder oldalán, és kikaptak 2-0-ra Demetertől és Merctől, egy kecskeméti és egy kis félegyházi fiatalembertől. Őket pedig Bátorfi és Gerold verte 2-0-ra. Őkni. Akik csak egyetlen egy szettet veszítettek idáig. Most itt a döntőben az elsőt. Most a harmadikban, a döntőjátszmában pedig vezetnek 8-6-ra. Mert hogy finoman fogalmazza, könnyű labdát rontanak. Közben egy labda érkezik a riporter állásba, mert hogy párhuzamosan két asztalon is folyik a küzdelem. 8-8 közben. És a nagy frázis itt igaz, hogy az idegek harca a döntő játszmában. Kevesebb a látványos labdamenet, kevesebb az izgalom. Talán csak feszültség van, mert hogy egyre másra könnyű labdákat is rontanak. Na, hogy rámcáfoljanak, és hál' Istennek, hogy rámcáfolnak egy látványos mutatós labdamenet, amellyel 10-9. Vezet tehát. Bátorfi és Gerold, a postás matáv kettőse. Német adogat. És Pázsi fejezte be tulajdonképpen a pontot. Jön is a Bravo Feri Varga edzőtől. Tényleg szép volt. 10-1, ennél döntetlenebb nem is lehet 1-1-es játszmállásnál a döntőszedben.
két pont előny az esélyes kettősnél. De Bátorfi adogat. Gerold ezzel már nem tudott mit kezdeni. És a nagy poénok után jönnek az egyszerűbbek, amit könnyebb is elrontani, nagyon úgy tűnik. Pázsi. De gyönyörű. Bátorfi Zoli már utána sem lépett szinte, azt hitte, hogy ez már nem jöhet vissza. De visszajött, és megcsinálták a pontot. Német Karcsi röpült a labda után. Itt van Ni. Hatalmas mozdulat, csodálatos tenyeres pörgetés. Tizenhat-tizenháromra vezet a német Pázsi kettős. Tizenhét-tizenhárom. Milyen érdekes, az előző szedben is 15-nél még együtt voltak, aztán Ripsrops az egyik kettős csinált néhány pontot. Most is. Négy pont az adogató Geroldé hátránya, és most már 5. Tizenkilenc, 13. Zsinórban 6 pont, és ilyenkor ugye jön az a bizonyos szegény embert, az ág is húzza effektus, egy csusza. Aztán egy háló, így aztán játszma és mérkőzés labdája van németnek és Pázsinak, hogy kerek fél óra alatt megnyerje a férfi párost. Kicsit persze még húzzák a dolgot. Még mindig nincs meg, és most törölköznek is egy jót, akármi legyek előtte. Német Karcsi túl van a rövid kis fürdésem. Negyedik mérkőzés labda. És megnyerik, bajnok tehát Németh Károly és Pázsi Ferenc, a Batconet és az Ellery Malé versenyzője a férfi párosban a 81. országos asztali tenisz bajnokságon.